Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit, Önök az Árt Kultúra című magazinműsorunkat látják 2016. november 25-én pénteken, a pontos idő 20 óra, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Ünnepelt a Henry Dunant Klub. Advent története, egyházi jelentősége. Katalinbárt tartottak a közösségi házban. Idén 35 éves a Henry Dunant Klub. Ebből az alkalommal ünnepelt a klub november 17-én a közösségi ház nagy termében. Az eseményre Herceg Zsolt is ellátogatott. Az Henry Dunant Klub születésének 35. évfordulója tény, saját alapkörünk köszönti kedves vendégeinket a következő közkedvelt és ismert énekszámokkal, Petőfi Sándornak megzenésített számait fogjuk itt hallani. Befordultam a konyhára, rágyújtottam a pipámra, azaz rágyújtottam volna, hogyha már nem égett volna. A pipám javában égett, nem is mentem én a véget. Azért mentem, mert megláttam, hogy oda veszébb leányban. Tüzet rakott, eszem adta, robogott is, amit rakta. Jaj, Harmincöt éves a klub, és ebből az alkalomból gyűltek a mai napon össze. Hogyan tudná összefoglalni ezt a 35 évet? Hát nagy kérdés volt. Igen, nagyon készültünk erre a 35 évre. Én ugye újonc vagyok nagyon, mert 3 éve csinálom, de ismertem azért a klub tevékenységét szinte első perctől kezdve. Gyakorlatilag ez az első klub a városba. 81-ben alakult a Rokkantak éve kapcsán, és akkor még mindenféle betegséggel küzdő emberek tömörültek benne, meg nyugdíjasok is. Majd egy pár év múlva, amikor már a beteg embereknek megyei képviselete is megjelent, nyugdíjas szinten is, akkor kiváltak betegségcsoportonként. Gyakorlatilag mi nyugdíjas klub vagyunk, bár össze vagyunk itt kavarodva, mert azért beteg emberek is vannak közöttünk is. Nem igazán a betegséggel foglalkozunk, inkább igyekszünk egy ilyen vidámabb programokat, ismeretterjesztő programokat, meg az időseket érintő, érdeklő témákba napirendeket összehozni. Hát nyugdíjas klubként működünk, 50 fővel, 2 hetente találkozunk. Úgy tudnám mondani, hogy mára már egy csendesebb klub lett, mert azért, mint mindenkinél, nálunk is igaz, hiszen vagyunk olyan 8-10 klub a városba, és igaz az, hogy előregszünk. Tehát az utánpótlás, a fiatalítás az egy kicsit nehezebben megy. Éppen meg is fogalmaztam majd a visszaemlékezésembe, hogy talán túl is lecsendesültek, nincsenek már annyira aktívak azok se, akik vannak, bár azért minden műsorra szépen összeszoktuk hozni a saját klubtagjainkból a szereplőket, de azért régen volt Marika néni idejébe, mert ugye Kelemennei Marikának tenném a fejére a nagy koronát, hiszen ő 24 évig vitte ezt a klubot, bár dr. Németh Pál volt jegyzőnk, volt ennek a klubnak a megálmodója, meg mecénása, aki a mai napig is segíti a klub életet. Végeredményben most 5 voltunk már. Hát milyen rövid lefutásúak vagyunk, Bankóné Erzsike, Csepcsényiné Erzsike,
Én is az leszek, úgy néz ki, mert a betegségek azok közbeszóltak. De ami szép ebbe az egész dologba, hogy amikor úgy érzi magát valaki, meg ideje van, akkor a régi vezetők is mindig ott vannak, és teljes segítséget nyújtanak az újaknak, vagy hát mindenféle téren. Hogyan készültek a mai alkalomra? Mi fog történni itt? Hát a mai alkalomra nagy lázzal készültünk mindannyian. Gyakorlatilag egy kis kulturális műsor lesz. Most mondtam ugye, hogy már ilyen, hogy saját dalkör nagyon elvétve működik, vagy ritkán, de most fellép a saját dalkör. Én tartok egy megemlékezést. A kis latin táncosaink adnak egy ilyen kis gyerekes műsort, mert a gyerekeket szeretjük, ha jelen vannak ezeken a rendezvényeken. Elsőként szólítom a színpadra Hajdú Viktor és Sólyom Petra párost, akiktől standard táncokat fognak látni, elsőként az angol kerítőt. And it looks like
latin-amerikai táncokat adtak elő, Lakatos Ádám és Tömös Közi Kata. Első táncuk a szamba volt. És hogy 85 éves tagjaink, kettő is, őróluk megemlékezünk. Mi lesz még? Emléklapokat osztunk ki. A társklubok itt vannak, és hát ők is szoktak azért készülni egy verssel, egy kis vidám jelenettel, de ez most azért a komolyabb része a dolognak. És a picit a jövőbe tekintünk, mik a klub további céljai? Hát ugyan ezt szeretnénk, hogy együtt maradhassanak, hogy hasznosan töltsék az időt, hogy magányoldó programok legyenek, meg egy kicsit tényleg, ami ránk telepszik nyugdíjas korunkba, abból egy kicsit kibújni, mert azért telepszenek ránk negatív dolgok, és amennyire tudjuk a kirándulásokat, a közös együttléteket a társklubokkal, a város életébe is bebefolyunk, mert egy-egy rendezvényükön ott vagyunk, kulturális eseményeiken is itt vagyunk, hiszen ha az őszi programokat, akár a nyári programokat nézzük, mindenütt megtalálhatóak a klubtagjaink. Azon kívül időseket érintő, érdeklő napi rendekre meghív bennünket polgármester úr, hát most is program készítésébe is részt vettünk, az a nagy program, akkor begyűjtöm a véleményeket és viszem tovább. És van is, amikor visszaköszön ez ránk. Úgyhogy, tehát nem szeretnénk, hogy széthulljon ez a kis csapat, 50 fővel vagyunk, ha ez nem is szaporodik, mert azért sok klub van, de minden klubnak megvan a maga sajátossága. Milyenk a csendesebbe fordul át, bár itt is vannak humoros, jó délutánok. Jelő az újságolvasás és két meccs között. Van egy kis időt beszélgetni? Nézd már a szemembe, mert egész évben csak a profilodat látom, mivel csak a tévét nézed, pedig nézhetnél engem is, beszélgetnénk. Tudod, mit a Újza? Beszéljél mással. De kivel, Jenő? Mert mióta nyugdíjas vagyok, egész héten a fakanállal, meg a porszívóval vagyok, azzal csak nem beszélgethetek. De nézd mindennek a jó oldalát, Újza! Legalább nem beszélsz vissza, úgyis mindig panaszkodok, hogy könnyen összeveszünk. Te Jenő, azt írta az újság, egy kutató elment a dzsungelbe két éve, és azóta is ott bujkál. Tudod, miért Luisa? Mert nem akart a feleségével beszélni. Nekem is a dzsungel kellene választanom. Na hát Jenő, milyen undok vagy, pedig a rezsicsökkentésről beszélni kell, nem gondolod? Mit beszéljünk róla, Luisa? Örülj, hogy az Orbán kormány ilyen
egyes, és évek óta van rezsicsökkentés. De Jenő, mi nem is járunk jól ezzel a rezsicsökkentéssel. Miért, Lújza? Te kétségbe vonod a jóhiszemű kormány döntését? Nem, de azért, Jenő, mert a te mozgástered két négyzetméterre korlátozódik, a fotel, a tévé és az ágy között. Az ágyban is csak aludni jársz már. Nem is tudom, minek fűtjük az egész lakást. Hát azért húzok, hogy így kiélvezed a rezsicsökkentés jótékony hatását. Jenő, szívesebben élveznék, inkább más, ha végre otthagynád a televíziót, mielőtt elalszom. Jó, Lújza, kijelölünk egy napot, egy hónapba, amikor csak a szenvedélynek élünk. Csak egy napot, Jenő. Tudod a szomszédasszony, mit mondod? Hogy a férje mindig olyan szenvedélyes, te mikor leszel az? Félre értette az, Lújza, nem azt mondta, hanem az, hogy szenved éjjel. Kifordatod a szavaimat, Jenő. Apropó, hol voltál tegnap délután? Hát elfelejtetted, Jenő. Befizettél egy szépség szalomba a születésnapodra. Igen, Lújza, ilyen nagy vonalú voltam. De úgy látom, hogy nem kerültél sorra. Megírta, amikor még volt, hogy határőr vadászokat képeznek ki a migránsok miatt. Lehet felvennének téged egy migráns ijesztőnek. Ezek után nem is szólok hozzád többet, hogy meséltettél. Egyébként meg akkor lepődsz meg, mert azt is megírta az újság, ha kvóta alapján hozzánk is betelepítenék a migránsokat. Az nem olyan nagy baj, csak fiatal nők legyenek. Nem szégyelled magad, Jenő. Ugyan mit kezdenél velük, mikor már nekem is hiányérzetet okozol? Tudom, Lújza, a megszokás nem hat az ösztönzőleg az ösztön érzetebe. Kell egy kis újdonság. Jaj, ennek ellenére, Jenő, úgy örülök, hogy meggyógyultál. És hazajöttél a kórházból, mert nagyon féltettelek, meg az orvosokat is. Engem féltettél, annak örülök. De hogy az orvosokat miért, Lújza? Mert azt írta az újság. A kórházak összedőlnek, mivel bauxit betonból építették, és már előregettek. Szerencse, hogy nem addig dőlt. Te össze még ott voltál. De Lújza, kaptak betoninekciót, amivel megerősítették, nem hallottad, pedig ezt is írta az újság. És akkor te is betoninekciót kaptál, Jenő? Ja. Az nagyon jót tett neked. Jaj, csak az épületekről beszéltem. A baj csak az, Jenő, hogy én azért nem díjazom. Ja, bocsánat. Jenő, akkor beszéljünk a nyári olimpiáról. Remélem ez olyan téma, ami érdekel, hiszen az ez idő alatt mindent ehhez igazítottunk. Igen, Lújza, végre egy jó ötlet. Ezt igazán díjazni fogom. A baj az, Jenő, hogy én azért nem díjazom ennyire, mert egy hónapig másra sem figyeltél. Közben született egy unokám, de ha nem hozzák el, észre sem veszed. Még jó, hogy jó hangosan tud sírni. Fogadjunk, azt sem tudod, hogy hogy hívják. Tényleg, Lújza, hát hogy hívják? Na látod, mielőtt erről beszélek. Visszatérve a sportra, amit én is élveztem volna, például az evezős világbajnokság, de jól kitoltak szegény versenyzőkkel, mert a versenyeken kivették a csónakokból a padot, kénytelenek voltak térdelve. Lújza, nem kivették a padot, hanem ez egy kenó. Mondhatsz nekem akármit, a másiknál meg csak egy evezőt adtak, és szegény versenyzők nem győztek egyik oldalról a másikra kapkodni. De Lújza, ez egy kaja. Látom, fogalmat sincs. Jobb ezt a témát abba hagyjuk.
35 éves a Henry Dunant Klub, és a mai napon ünneplik meg ezt az évfordulót, amelyen polgármester úr is részt vesz. Mit jelent mezőtúr életében, hogy ilyen régóta működik ez a klub a városban? Hát elsősorban azt jelenti, hogy vannak értékeink és vannak hagyományaink, amit ápolni kell és vigyázni kell ezekre az értékekre. Ez az önkormányzatunk alapvető célja, és hát nagyon örülök, hogy ilyen régi hagyományokkal bíró civil szervezete is van a városnak, akik hosszú ideje együttműködnek, segítik egymást, és hát nyilván ez a 35 év azt is jelenti, hogy a tagok jelentős része már kicserélődött, vagy hát sajnos sokan már nincsenek is közöttünk az alapítók közül, de hát ez sajnos az élet felajárója. Nekünk, maiaknak azt kell fő szempontként kezelni, és mindenkor a szem előtt tartani, hogy ezeket az értékes közösségeinket mindenképpen támogatni kell. Tehát az önkormányzatunk részéről ez a szándék, ez folyamatos, és tulajdonképpen abban nyilvánul meg, hogy egyrészt anyagilag is segítjük ezeket a civil szervezeteinket, és hát természetesen más egyéb módon is, amivel hozzánk fordulnak, azt igyekszünk teljesíteni, és a magunk részéről igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy minél zavartalanabbul tudjanak működni, minél több értékes programot tudjanak megvalósítani, és ezáltal a tagjaik számára egy olyan életet tudjanak biztosítani itt a privát szférában, ahol például a nyugdíjasok nincsenek egyedül, egy közösséghez tartoznak, és amit nagyon kis szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy folyamatosan segítséget nyújtanak egymásnak. Ez nagyon fontos. Tulajdonképpen itt is egy társadalmi összefogásról beszélhetünk, amit mi is folyamatosan szorgalmazunk. Ez a jelentősége, és hát nagyon örülök ennek az évfordulónak. Reméljük, hogy még hosszú időn keresztül mezőtúrnak ez az értékes közössége is fenn fog maradni, és sikeresen, hatékonyan fog működni. November 27-én lesz advent első vasárnapja. Az adventi időszak történetéről, a karácsony egyházi jelentőségéről és az ünnepi szentmisékről beszélgettünk Ondavai Tibor plébánossal, pápai prelátussal. November 27-én van idén advent első vasárnapja. Mit tudhatunk az advent múltjáról? Az adventi időszak az kettős jelleggel bír. A karácsonyi ünnepekre való előkészület ideje ez elsősorban, amikor Isten fiának, Jézus Krisztusnak az emberekhez való első eljövetelére emlékezünk. Egyúttal azonban ez olyan időszak is, amelyekben ez a visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus történelem végi második eljövetelére is. E két ok miatt az adventi idő a bensőséges és örvendező várakozásnak az ideje. Még részletesebben egy kicsit, tehát a visszaemlékezés az az időre, amikor Isten fiának, Jézus Krisztusnak az első eljövetelére emlékezünk. Évszázadoknak az imádságai, fohászai és várakozása csendül fel a szentírási részekben, amelyeket az egyház ebben az időszakban olvas, de egyúttal a második eljövetelt is magába foglalja, hiszen az első, advent első vasárnapjának evangéliuma minden évben a négy evangélium közül egyik evangéliumnak a részletében az utolsó ítéletet állítja a hívő ember elé. Nem volna teljes az ember élete hitesen, ha nem várná Krisztusnak a második, most már nem emberként, kisgyermekként való eljövetelét, hanem dicsőséges megjelenését, amikor az égfelhőjén az égangyalainak kíséretében jelenik meg, hogy ítéletet tartson a világ fölött. Az adventről még annyit, hogy sajnos ez a bensőséges és örvendező várakozásnak az ideje napjainkra az adventi időszakból kihaló félben van. Még nem kezdődött meg az adventi idő, de már az áruházak harsogják a karácsonyt. Nagy vásárló
központokba megy a karácsonyi ének, a karácsonyi zene egész nap, elveszi az ünnepnek a lényegét. Elveszi a bensőségességet, elveszi a várakozás jellegét is, mert már semmi másról nem szól ez az időszak a kereskedelembe, mint hogy vásárolj, vásárolj, vegyél, ajándékozz, minél többet, minél nagyobbat. Igen, ez a kereskedelemnek egy nagyon jó bevételi forrása ez az időszak, de sajnos a bensőségesség, a melegség, az igazi lényeg, az kimarad. Az adventi időszakról beszélhetünk, és az adventhez hozzátartozik az adventi koszorú is. Mit jelképez az adventi koszorú, és milyen a hagyományos adventi koszorú? Evangélikus lelkésznek a kezdeményezésére készült, amikor ő a nevelőintézetben a gyerekeknek egy ilyen nagy adventi koszorút készített fenyőgaljakból és 24 gyertyából, amiből minden nap egyel többet gyújtottak meg. És ezt az egyház, a katolikus egyház is átvette ezt a jelképet, ugyanis ez jelkép. Az igazi adventi koszorú az fenyőgaljakból áll. Minden dísz nélkül. Egyetlen dísze a lila szalaggal átkötött koszorú, és rajta a négy gyertya, a három lila és az egy rózsaszín gyertya. Ezeknek pedig a várakozás idejében a lila színnek mindig a bűnbánati jelleg kinomborítása a lényege. Tehát a lila szalag a koszorún, vagy a lila masné a koszorún, erre hívja fel a figyelmet. Viszont, hogy örvendező jellege van ennek a várakozásnak, mint az előbb mondtam, ezért van a harmadik vasárnap, tehát a harmadik gyertya rózsaszín, ami az örvendezésnek, az örömnek a jele és a kifejezése. Hajlamos az ember arra, hogy a bűnbánatba, önmarcangolásba elveszítse azt a lényeget, ami egyébként volna, hiszen a megtisztulásnak az örömbe kell torkollania. És a 24 gyertyából mára csak a négy vasárnapi gyertya maradt meg, a három lila és az egy rózsaszín, és itt vagy a masni, vagy a szalag is jelzi ezt az örvendező jelleget a gyertyák tövében. Ebben az évben egyébként a leghosszabb négy teljes hét az advent, mivel állandó ünnep, nem mozgó ünnep karácsony, ezért az előtte levő négy vasárnap az advent és a közbelső hétköznapok. Ebben az évben a leghosszabb négy teljes hét, jövőre viszont a legrövidebb lesz, amikor csak három hét lesz a négy vasárnap között. Az adventi időszak végével pedig eljön majd karácsony. Mit tudhatunk a karácsony történetéről és egyházi jelentőségéről? Az egyház Jézus születését igazán kezdettől fogva nem ünnepelte. Az ősegyháznak meg az ókori egyháznak is a lényegét, hitének lényegét a feltámadt Krisztus, az élő Krisztus adta, tehát a Jézus születése az csak jóval később alakult ki, hogy azt is ünnepelje az egyház, mint a megtestesülésnek a titkát, bár ez már a nicei konstantinápolyi zsinat apostoli hitvallásában is benne van, leszállott a mennyből, éltünk emberekért, megtestesült a Szentlélek által, Szűz Máriától testet öltött, tehát ez már a hitvallásunkban magába foglalja, de mint külön ünnep ez nem került kezdettől fogva az egyház életébe. Később alakult ki Jézus születésének a megünneplése. Isten végtelen szeretetét sugározza a karácsony. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből.
bármennyire bűnös az emberiség, bármennyire lázad az Isten ellen, az Isten szeretete mégis ott van a világ fölött. És ez a szeretet indította Istent arra, hogy egyszülött fia emberré legyen, és visszaszerezze az ősbűn által elvesztett üdvösséget. Karácsonynak ez a lényege, hogy Isten szeretetét megérezzük és megtapasztaljuk mindennapi életünkben, de az ünnepnapokban különösképpen is. És ez a szeretet kell, hogy igazán irányítsa a hívő keresztény ember mindennapjait. Régtől fogva az egyház három szentmisével ünnepli karácsony ünnepét. Az első szentmise karácsony ünnepén az éjszakai szentmise. A Szentírásból úgy tudjuk, hogy Jézus születése éjjel történt, hiszen a pásztorokhoz az angyalok az éj sötétjébe mennek, és hirdetik az örömhírt, nagy örömet mondok nektek, megszületett a megváltótok. Az Úr Krisztus Dávid városába, ez lesz a jel nektek, pólyába takarva, jászolba fektetve találjátok a kisdedet. Ezért van az éjszakai szentmise. A másik szentmiséje az a liturgiának a hajnali mise, a pásztorok, vagy más néven a pásztorok miséje, amikor a pásztorok elindulnak az angyal szavára megkeresni az üdvözítőt, megtalálják és hódolnak előtte. A harmadik pedig már a napi szentmise, amikor a emberré lett Isten igét ünnepli az egyház. Ahogyan eddig szokott lenni templomban, az idén is ugyanúgy lesznek az ünnepi szentmisék. Karácsony éjszakáján éjjel 10 órakor van szentmise, karácsony napján reggel 8-kor és délelőtt 10:30-kor. Ugyanígy a napi mise karácsony másnapján is reggel 8-kor és 10:30-kor van. És ha mehetek tovább még a karácsony 8-adába, december 31-én este 5-kor van a szokásos évvégi háladása az egyháznak, amikor köszönetet mondunk az egész évért az Úristennek. Minden jóért, amit kaptunk tőle, minden olyan dologért, amitől megmentett bennünket, és minden olyan nehézségért is köszönetet mondunk, fölött átsegített bennünket. Ez tehát 31-én este 5-kor van, természetesen szentmise keretében, és január 1-én, tehát karácsony 8-napján pedig délelőtt 10:30-kor van szentmisénk. A karácsonyi ünnepkör pedig január 6-án vízkereszt ünnepén zárul. A keleti egyház ekkor ünnepli egyébként karácsony ünnepét. Mi a három királyok látogatását ünnepeljük, hogy emlékezzünk ezen az ünnepen. Ezzel zárul a szorosan vett karácsonyi ünnepkör. Mivel ez hétköznapra esik legtöbbször, és még ez nem államilag nem munkaszünetes nap, ezért csak reggel 8-kor és este van a szentmise a templomba este 5-kor. A Siketek és Nagyot Hallók Irodalmi Klubja november 18-án rendezte meg a Katalimbát, amely már hagyományosnak mondható a klub életében. Színes programokkal várták a résztvevőket ezen a napon. A Sziget. László Mária verse. Míg várnak, míg hiányzol, míg feléd derűs meleg árad, addig nem mondd, hogy kár volt. Nem mondd, hogy hiába.
Még van egy sziget a sodró áradatban, hol enyhül a bánat és múlik a jele, addig még érdemes a holnapot várnod, nyisd be az ajtón, és tedd le a szíved. Míg szállnak te hozzád, és megfogják a kezed, míg szavadat értik, és tudják a neved, addig még érdemes, addig még maradj, addig még muszáj tartanod magad. Míg hívnak, és tudod, hogy oda kell érned, míg érzed az erőt, ami odahúz téged, addig még ne zárd magadra ajtót, addig még te is fogadd a kopogtatót. Isten az embert nem uralni szánta, ember az embernek legyen méltó társa. Ha nem tudsz már mást, csak önmagadat adni, oszd céljel szívedet, és érdemes volt élni. Már hagyomány, hogy megrendezik a Katalin napi bált. Mit tudhatunk a rendezvény részleteiről? Hát a rendezvény részleteiről azt tudom mondani, hogy már ez hagyománnyá vált, hogy minden évben megrendezzük a Katalin bálat, főleg vidéki vendégeink vannak, mert ugyanis nagyon jó a kapcsolattartásunk a vidékiekkel, mi is szívesen megyünk hozzájuk, ők is szívesen jönnek hozzánk, és nagy öröm számunkra, hogy így együtt tölthetjük ezt a, hát ilyen nagyon szép ez a Katalin nap, hát ez egy olyan jeles nap, hogy ezt nem szabad kihagyni. Milyen műsorral készültek? Hát a saját tagságunk is készült műsorral. Hát van egy olyan jelenetünk az egyik tagunktól, egy ilyen kocsmai jelenet, ahol egy részeg embert fog eljátszani. Persze természetesen hölgy, de mindegy, férfi ember lesz belőle. És van egy énekesünk, aki énekel, aztán pedig, tehát ez a saját tagjaink sorából, aztán ugyanakkor a vendégeink közül is vannak, például a Búzavirág dalkörnek a vezetője, Balázsné Piroska, ő is fog nekünk egy kicsit énekelni, és utána pedig, ami nagyon szép műsor lesz, az pedig Budapestről, a Sinosztól, a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetségétől jöttek le mi hozzánk. Na, itt most megint azt kell mondanom, hogy már ők is hagyományszerűen jönnek mi hozzánk, mert nagyon szeretnek ide mezőtúra jönni, és csodálatos műsort hoznak nekünk, minden kedves vendégünknek, mert például itt van Attila, aki a alpolgármester úr, valamelyik évben itt volt nálunk, és a való versenyen, és akkor is meghívtam én ezeket a pesti vendégeinket, és Attila azt mondta, hogy neki el kell mennie, mert máshol is jelen. És mikor Annáék felléptek, azt mondja Attila, hát nem tudom itt hagyni, mert én még ilyet nem láttam. Tehát csodálatos műsort fognak nekünk adni. Soha többé nem süt rád, és úgy érzed, hogy nem jutsz már végre.
Az elmúlt hetekben számos rendezvényt rendeztek városszerte, melyeken meghívott vendégként ön is részt vehetett. Mezőtúr város önkormányzata támogatja ezeket a rendezvényeket. Mit tudhatunk ezeknek a rendezvényeknek a részleteiről? Hát gyakorlatilag ezek a rendezvények a klubjainkhoz kapcsolódnak, amire nagyon büszkék vagyunk mi is, önkormányzat, és én személyesen is, hiszen nagyon színvonalas irodalmi és egyéb programokat rendeznek a városban, és ilyenkor így advent előtt összegyűlnek ugye különböző bálokra, különböző rendezvényekre, ami én úgy gondolom, hogy az egész éves megérdemelt pihenés, tehát egész éves munka után megérdemelt pihenés, egy kis szórakozás, de itt is természetesen megjelennek a különböző műsorszámok, a szereplések, meghívnak vidékről is klubtagokat, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hiszen nagyon sokan, amikor nyugdíjasak lesznek, vagy idősebb korba lépnek, otthon letargiába esnek, én meg úgy látom, hogy itt Mezőtúron most biztosítva van, hogy szórakozzanak, teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, ne gubózzanak be, tehát ezt mindenképpen nagyon díjazom, illetve az önkormányzat is támogatni fogja erejéhez méltán mindig. Köszönöm figyelmüket, önök az Árt Kultúra című műsorunkat látták. Egy hét múlva december 2-án ismételten várom önöket kulturális magazin műsorunkkal. További szép estét kívánok és kellemes hétvégét, viszontlátásra!